vallatószék. Mutatnánk úgy is, hogy az összefogáspárt ezt szeretné, hogy ilyen vallatószékbe ültessük az összes képviselőt minden választás előtt. Többek között az egyik kezdeményezésünk az, hogy semmilyen választás ne történhessen úgy, hogy az induló jelölteknek ne kibújhassanak mondjuk egy nyilvános vita alól, ahol nem csak fórumokat tartanak és egymást mocskolják, hanem valóban a feltett kérdésekre tudjanak válaszolni az emberek. Tehát ez az egyik népszavazási kezdeményezésünkben is volt, amiket ugye sorba elkaszáltak, tehát elég sok népszavazási kezdeményezésünk volt, biztos akkor ti is érzitek azt, hogy ez politikai nyomásra történik, és ugye, ha jól belegondolunk, gyakorlatilag az idén már népszavazást nem lehet tartani, mert egyszerűen a népszavazási törvény ezt nem teszi lehetővé. Azért jöttünk most ide, hogy válaszokat adjunk, tehát ez volt a célunk, hogy ide jöjjünk, kevésbé az, hogy bemutassuk a pártot. Azt meg tudja mindenki nézni a honlapunkon, hogy alakult, ki alakította, miért alakította, és egy picit inkább ezekre a kérdésekre szeretnék válaszolni, inkább úgy, hogy mi az, amit eddig is tettünk. Ugye az egyik fontos dolog volt még a pontok előtt, hogy összefogjanak a választásra a kis pártok és akik induljanak. Ugye erre nagyon sok kísérletet tettünk már, egyrészt az összefogás párt a neve is adódik belőle, Zsolt nyár óta járja az országot, akivel lehetett, meg tudott egyezni, akivel nem, azzal nem. Ennek inkább az volt az oka, hogy mindenki elhiszi most magáról, hogy túlországos listát állítani és be tud jutni a parlamentbe. Én ennek nagyon örülök egyébként, hogy mindenkinek van ekkora, vagy nagyon sokaknak van ekkora önbizalma, és látjuk azt is, hogy sok szövetségnek van reális esélye is rá, hogy tudjon országos listát állítani, és adott esetben megfelelő számú szavazatot is tudjon szerezni, de ez csak egyetlen egy módon megy, amit a Kati említett, hogy az a 10 emberből nagyjából 6 eldöntötte, hogy hova fog szavazni, és a maradék 4, aki nem menne egyébként elszavazni, mert a két hazáruló brigádra nem szavaz, őket el kell vinnünk. Ha őket el tudjuk vinni a választásokra, akkor sok kis szövetségnek, pártnak is van esélye, hogy bejusson. És ugye a választási törvényt ügyesen kijátszották, hogy nincs második forduló, amikor tudnánk szövetkezni, amikor rájövünk arra, hogy bocs, de mégse sikerült bejutnunk. Én egy kicsit abban gondolkodom, hogyha a bármelyik oldal, aki most kormányra kerül a április 6-ai választáson, az valószínűleg egy kisebbség által megszavazott kormány lesz. Bizony van reális esélye, amit az István is mondott, hogy a választás után az összes többi erő összefogva egy új választást írasson ki, mert hogy minden bizonnyal a kisebbség fog nyerni, és a többség ő ellenük fog szavazni, akár azzal, hogy nem ment el, bár az ugye, én azt gondolom, hogy inkább tartózkodásnak számít, de biztos vagyok benne, hogy a többség másik oldalra fog szavazni, mint aki kormányra fog jutni. És ugye itt volt néhány olyan pont, hogy államadósság. Államadósságot mi hasonlóan kezelnénk, mint a devizahiteleket. Ugye mi kiadtuk az eladósodottság rendezésével kapcsolatos elképzeléseinket is. Ez nagyjából az, amit a Nem adom a házamat mozgalom mindig is képviselt. A teljes eltörlés, a kártalanítás és a felelősségre vonás. Tehát ez a három működik itt. És úgy szól ez a közleményünk, vagy kiadott dokumentumunk, nem nevezném programnak, mert nyilván nem kerülünk kormányra, és így erről egy kicsit nagy képviség lenne most erről beszélni. Ez úgy fog működni, hogy az államadósság tekintetében, ha van megfelelő társadalmi támogatottság, akkor ugyanez. Vizsgáljuk felül, hogy az államadóssággal kapcsolatos szerződések nem lehet-e úgy ugyanúgy semmisek, mint a devizahitel szerződések. Nem volt megfelelő felhatalmazás, csőbehúzás történt, csalás történt, átverés történt, tehát nyilvánvaló jóval túlfizettük azt, mint amit kaptuk, és szerintem ezt már nem kellene tovább befizetni. Szent Korona alkotmány, Szepesi Zsolt ugye a pártelnök, nálam sokkal jobban ismeri a Szent Korona elméletét és tanját, talán itt vannak néhányak, akik vele együtt ebben jól elmerültek. Én magam elolvastam néhány dolgot erről, de azt vettem észre, hogy az emberek nagy részének fogalma nincs, hogy ez mi. Tehát mielőtt a Szent Korona alkotmány bevezetéséről, ősi magyar alkotmány bevezetéséről beszélnénk, mi azt úgy gondoljuk, hogy elő meg kell tanítani az embereknek. Be kell tenni az oktatási anyagba, mint ahogy nagyon sok minden mást is be kell tenni, de ez mindenképpen prioritás kell, hogy élvezzen, hogy ezt megtanítani az embereknek, és amikor már tudják, hogy miről döntenek, vagy nem döntenek, szavaznak, vagy nem szavaznak, ki tudja, hogy ez hogyan fog alakulni. Mindenképpen azt tartjuk reálisnak, hogy kettő
vagy három ciklussal ezután lehet ezt úgy, ahogy van, Szent Koronaként bevezetni, addig szerintünk a társadalom erre nem érint, vagy érett. Természetesen, ha valakinek reális elképzelése van, akkor jónak tartjuk. Azt a részt mindenki... Jó, akkor maradjunk itt, és a többiről majd később. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt megismertessük az emberekkel, és hogyha a Szent Koronát úgy gondoljuk, hogy népképviselet, akkor azzal tökéletesen egyetértünk, és nagyon üdvözöljük ezt a fajta összejövetelt, és nagyon szeretnénk, ha az országban nagyon sok ilyen lenne, hogy emberek összehívják a pártokat, és azokat, akiket ők támogatnának szívesen. Tehát ne az legyen, hogy a pártok könyörögnek, hogy hadd képviseljenek téged, milyen furán is jön ez a történet ki, hiszen az emberek szeretnék, hogy képviseljük az ő érdekeiket. Fordítsuk meg ezt a dolgot, mint ahogy mi szeretnénk is megfordítani, hogy bármikor a 4 év alatt beleszólhassanak az emberek abba, hogy mi történik ő körülöttük, és nekem még lenne bőven majd, ha lesz lehetőség. Köszönöm.